be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a dead person, I just that. It's a good piece of mental sand that they cap. Hot piece of game, I'm in love all your chat. Watching every step of the paper, the way you got. Pain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move, let me. Egy rendkívül exkluzív szalomban vagyunk, ami engem is nagyon megfogott, erről majd később beszélünk. Előbb beszélgessünk arról, hogy mi is történt veletek a 2016-os évben. Mondhatom, szerencsés volt a 2016, ugyanis 15-ben összeraktuk a gyerekcsapatot, egy rally csapatot, ami abszolút világszenzációs újdonság volt, ugyanis nagyon pici gyerekekkel foglalkozunk, és nagyon hamar belevezetjük őket az autósport rejtelmeibe. Ez igazán nem is azért kell, hogy ők autóversenyzők legyenek azonnal, hanem belelássanak abba, hogy milyen az, amikor a apuka a volán mögött ül, és mennyire komoly veszélyhelyzeteket kell neki megoldani akkor, amikor egy pici gyerek mondjuk elészalad, így, hogy ők ülnek a volán mögött, és megismerik magát az autóvezetés rejtelmeit, ezért egészen más gondolkodásmódba élnek a autó közelében, és magában a közlekedésben is. Az mit jelent? Hány éves kortól lehet jelentkezni nálatok, és főként milyen autókon vezethetnek, vagy próbálhatják ki a tudásukat? Konkrétumot tudok mondani, Milán kedves barátom és versenyzőtársam, aki mellett én ülök a versenypályán, most már 2 éve tanítom, és amikor elkezdtünk autózni, akkor ő 6 éves volt, és 1 év múlva már versenyautóba ültünk, és a felnőtteket próbáltuk üldözni a versenypályán, ami nem arról szólt szintén, hogy duhajkodjunk, és azonnal egy maximális sebességgel hibázzunk a pályán, hanem arról szólt, hogy belelásson abba, hogy hogyan kell az autóval közlekedni, hogyan kell tisztelni az autót, és hogyan kell viselkedni a hétköznapi közlekedésben, és hát természetesen otthon, hogy joga legyen ahhoz, hogy eljöjjön a versenyautózásra. Milyen versenyeken vettetek részt az elmúlt évben? Mivel hogy jogosítványa nincs, ezért abszolút egy biztonságos amatőr zártpályás verseny az első szempont. Oda először egy automata Subarut építettem, amivel bárki azonnal tud autót vezetni. Én jobb oldalt ülök, van pedálsorom jobb oldalon, mint egy oktatóautóba. Az alapok a legfontosabbak, amikor még pici a gyerek, megtanulja mi az, hogy kormány, miért megy balra, miért megy jobbra, hogyan kell megállni. Ez a legfontosabb része az autóvezetés oktatásnak, és utána pedig jön az, hogy milyen dolgokat kell jól használni ahhoz, hogy jól tudjon közlekedni az autóval, milyen a szélessége, a hossza, elhelyezze magát, ön magát az autóba, és hát magát az autót a pályán. Igen. Tehát ezek után milyen versenyeken vettetek részt? Kiskunhatszázán van egy amatőr versenysorozat, ez van hozzánk legközelebb. Voltunk több helyen, de ez volt a legfontosabb, ugyanis ez egy évben 12 alkalommal van, tehát minden hónapban van egy. Erre felkészülünk a saját pályánkon, van saját murvás versenypályánk, ahol az amatőröket és a profikat is képezzük. Itt arról szól a történet, hogy amikor versenyre készülünk, akkor minden mesterfogást a saját pályánkon tanulunk meg. Utána pedig Kiskunhatszázán mérettetünk meg. Különböző kategóriákban van, 17 évig szól az első kategória, ez egy gyerek kategória, amiben mi tudunk indulni, és hát természetesen jobb oldalt bent ülök az autóban. Az autó egy igazi versenyautó, amiben minden első osztályú rali kívánalmak benne vannak, tehát bukósisak, amit mellettünk látható is, és biztonság, ami 6 pontos, kagylóülés és természetesen a bukócső. Mivel hogy úgy gondolom, hogy jobb oldalról nagyon fontos az, hogy egyrészt tanítani is tudom egyből a gyereket, másrészt pedig átéljük a verseny rejtelmeit. Ez olyan, mint amikor érettségire készül az ember 4 évet, benyit egy terembe, ott ülnek 6-an szembe vele, hiába volt kitűnő 4 éven keresztül, ott azonnal lefagy, mert megilletődik. Ugyanezt történik a hétköznapi közlekedésben is, tehát nagyon fontos, hogy ezt a stresszt átéljük egyszer, és onnantól fel tudunk készülni a különböző dolgokra, ami történhet velünk a versenypályán. Az mit jelent, mi az ő kategóriája, amiben indult? Egy úgynevezett ifi kategória, ami 17 éves korig szól, mi vagyunk a legfiatalabbak benne, általában 14-15 éves gyerekek indulnak benne, mi pedig most vagyunk 9 évesek, most töltötte éppen a héten a 9. évét Milán. És milyen eredménnyel végezte? Ilyen pillanatban megnyertük a kategóriát, tehát a gyerek kategóriában elsők lettünk, ugyanúgy, ahogy tavaly is, és hát amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a csapatunk pedig a második helyet érte el úgy, hogy körülbelül 130-140 induló van ezen a versenysorozaton, és nagy része felnőtt, és nagy része profi. Tehát ez azt jelenti, hogy a profik közt megyünk, és a csapatunk pedig második lett. Úgyhogy abszolút amatőröket indítok, tehát akinek kedve van belelátni az autósportba, pár óra alatt megtanítom olyan szinten menni, úgyhogy életében nem ült autóba, hogy részt tudunk venni a versenyen, és eredményesek is tudunk lenni.
Bardóc Milán 6 évesen kezdte a rally pályafutását. Gondolom nem egy ilyen csúcs piros járgányban, amiben most mi ülünk, és lehetőséget kaptunk rá. Szeretném, ha az elejéről kezdenénk, hogy mikor is, és miért, kinek hatására kezdted annó a rallizást? Hát apukám autókereskedő, és sokat jártam nála, és ott szerettem meg az autókat. És mit szeretsz benne olyan nagyon? Hát a motorhangokat, meg a dudát. És ugye említette Pisti, hogy a 2016-os évben gyakorlatilag te nyerted a kategóriádat. Ilyenkor szoktál izgulni, amikor egy-egy versenyen elindultok? Kicsit, nagyon. Akkor milyen érzések kavarognak benned, hogy mi van a fejedben ilyenkor? Hát, hogy mit fogok csinálni, mit fogok elrontani, mit fogok jól csinálni, meg ilyenek. És ez azért megnyugtató számodra, hogy ott ül melletted, és ha bármi probléma lenne, akkor tud segíteni? Igen, nagyon. Volt már esetleg kicsit rázós helyzet? Volt egyszer. Mesélsz róla? Hát csúszós volt a pálya, és megrántottam a kormányt, és megpördültünk. Főként milyen pályákon szoktál indulni, mondjuk aszfalton, vagy kavicson, múrván? Aszfalton szoktam. És melyik számodra a kedvezőbb? Hát szerintem az aszfalt az a kedvezőbb. De láttam a videóban, hogy azért tanultál télen is vezetni. Igen, tanultam télen is vezetni. És az osztálytársaknak szoktál mesélni ezekről az élményekről? Igen, szoktam, és szülinapom alkalmából én hívtam meg őket majd vezetni. Én vezetek, és ők beülhetnek mellém. És mi a helyzet a lányokkal, a Miss Rally Team-mel? Hát a Miss Rally Team az idei évben szintén több versenyen részt vett. Van egy 16 éves kislány, most már 16, ő is egy éve tanul a rally suliban, és nagyon szép eredményeket ér el, női kategóriát nyeri az idén, úgyhogy ő is a csapatnak nagy öröme és büszkesége. Milyen jövőbeni tervek vannak esetleg a Miss Rally Team, lehet csatlakozni hozzátok? Mindenképpen várjuk a hölgyeket, én úgy érzem, hogy egyre több lány indul el a versenyeken, legnagyobb örömünkre, és az év folyamán nagyon sok lány keresett meg bennünket, úgyhogy remélem, hogy bővíthetjük a csapatot.